Egytélesen múlik el anélkül, hogy ne lenne szükség speciális mentésekre a legkritikusabb hóhelyzetben. Ilyenkor fontos a szakszerű és gyors beavatkozás a rendvédelmi szervek részéről. Ennek érdekében a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei katasztrófavédelmi igazgatóság részletes átvizsgálást és szervezést rendelt el házon belül, hogy probléma esetén készen álljanak a beavatkozásra. A megyei katasztrófavédelmi igazgatóság felkészült rendkívüli téli időjárási körülményekre. A technikai eszközünket felkészítettük, végrehajtottuk a gépszemléket, minden olyan feladatot végrehajtottunk, akár a téli gumicseré, vagy a különböző sikosságmentesítő eszközöket a technikai eszközeinkre felpakoltuk. Ezeket természetesen szisztematikusan leellenőriztük. A katasztrófavédelem és további 22 rendvédelmi és civil szervezet képviselője csütörtök délelőtt számolt be a Megyei Védelmi Bizottság elnökének arról, hogy mind személyállományban, mind pedig technikai eszközök tekintetében hogyan készült fel a rendkívüli hóhelyzettel járó problémák kivédésére. Román István elmondása szerint az eddigi tapasztalatok alapján az érintett szervezetek jó munkát végeztek. Olyan helyzetek adódhatnak, olyan veszélyhelyzetek, amikor hatékonyan és gyorsan kell ahhoz fellépni, hogy az emberek biztonságáról, illetve az anyagi javakról, védelméről tudjunk gondoskodni. A mai rendezvénynek a legfontosabb célja, hogy azok a szervezetek, akiknek ebben feladatuk van, újra áttekintsék az ezzel kapcsolatos teendőket, mindenki tájékoztatást adjon arról, hogy milyen munkát végzett a felkészülés során. Azt látom egyébként, hogy azok, akiknek feladata van, felkészültek a téli hóhelyzetre. Nyilvánvalóan lehetnek olyan helyzetek és szituációk, aminek az elhárítása az időigényesebb. Néhány évvel ezelőtt már sor került egy összefogásra, amely által a kritikus időszakban nehezen megközelíthető területeken is gyors ellátást tudnak biztosítani. Ilyen esetben az adott probléma megoldásában legkompetensebb szerv intézkedik, amely megkapja a megfelelő technikai eszközöket az útvonal problémáinak leküzdéséhez. A legfontosabb stratégiai partnerünk ebben a helyzetben a Magyar Közút Nonprofit ZRT, de ugyan rendőrséggel is nagyon szorosan együtt kell működnünk, hiszen akármilyen helyzet van, ők ebben a szituációban részt kell, hogy vegyenek, és ezért is hoztuk létre az életmentő konvojunkat ezelőtt 4 évvel, hogyha bármilyen olyan komoly probléma keletkezik a megyében, vagy bármely településen, hogy be tudjunk avatkozni. Ez az életmentő konvoj alkalmas arra, hogy hóval lezárt településre alapvető élelmiszereket vigyenek, tehát a lakosság alapvető ellátását tudjuk biztosítani. A tanácskozáson elhangzott, a rendvédelmi szervek közötti jó kommunikációnak és a technikai feltételek biztosításának köszönhetően az utóbbi években összehangoltabbá és szakszerűbbé vált a munka a téli időszakban.